Külföldi állampolgárságú embercsempészek ellen emelt vádat a siklósi járásügyészség. Erről tájékoztatott a Baranya megyei főügyészség. A vádlottak lengyel, illetve belorusz állampolgárok, barátok 2022 tavaszán áprilisban találtak az interneten egy hirdetést, amiben munkalehetőséget kínáltak nekik. Ennek keretében embereket kellett szállítaniuk fizetségért. Megbeszélték, hogy vállalják a munkát, és Budapesten találkoznak. A lengyel vádlott Lengyelországban bérelt egy gépkocsit, azzal Budapestre utazott, és ott találkozott társával, egy hotelben szálltak meg. Megbízójuk 2-3 ezer eurót kínált fizetségként. Telefonon, üzeneteken keresztül tartotta kapcsolatot a vádlottakkal, akiknek továbbította a GPS koordinátáit annak a helynek, ahol illegálisan Magyarországon tartózkodó személyek vártak rájuk. A megbízás szerint ezeket a személyeket Ausztriába kellett volna szállítani. Az utasítások alapján a vádlottak ez év április 10-én délután Cún és Kémes közötti erdős területre mentek gépkocsival. És ott felvették gépkocsijukba azt a 7 Magyarországon illegálisan tartózkodó szemét, akiket Ausztriába kellett volna szállítaniuk. Elindultak a gépkocsival, de rövid út megtétele után Vajszlón megállították őket a rendőrök. A 2 vádlottat őrizetbe vették, letartóztatásban vannak. Cselekményük vagyoni haszonszerzés véget, több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés büntettének a megállapítására alkalmas. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. A szóvivő azt mondja, a vádlottak tudták, hogy embercsempészéssel bízták meg őket. 4 pakisztáni és 3 indiai állampolgárt kellett volna elszállítaniuk Ausztriába, akik illegálisan tartózkodtak Magyarországon. A nyomozás során nem derült ki, hogy ki volt a 2 férfi megbízója, közölte az ügyészség.